Nemzetközi konferencia keretében mutatták be ma az Európai Parlamentben a Minority Safe Pack kezdeményezést, amely egy hónappal ezelőtt kapott zöld utat. Az uniós szintű kisebbségvédelmi szabályozást az Európai Parlament elnöke is támogatja. Az uniós szintű jogalkotás nem kerülhető meg a kisebbségvédelem területén, ezt üzenték az Európai Parlamentben a polgári kezdeményezésről tartott konferencia résztvevői. Elhangzott történelmi jelentőségű, hogy a FUEN kezdeményezés megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását, így az elkövetkező alig egy évben a támogatók 1 millió aláírást kell összegyűjtsenek legalább 7 tagállamból. Valahogy lezártuk a kört, hiszen az Európai Parlamentből indult a kezdeményezés, itt vetettük papírra az első elképzeléseket, az első ötleteket, és most a bejegyzést követően íme itt vagyunk ismét egy tanácskozáson, amikor már arról a stratégiáról beszélünk, hogy hogyan gyűjtjük össze az 1 millió aláírást. Kelemen Hunor RMDS elnök, a kezdeményezést benyújtó polgári bizottság tagja, abban bízik, hogy elkezdődik a jogalkotás, amely kötelező viselkedési normát ír elő a tagállamoknak. Mi azt javasoljuk, hogy legyen egy egységes megoldás az Európai Unióban. Egy olyan kötelező direktíva, mint sok más területen, amelyet minden tagállamnak be kell tartani a Románia esetében, meg hát azt tapasztaltuk, hogy amikor nagyon pontos megfogalmazásokat, elvárásokat kap Románia, akkor azokhoz próbál igazodni, mihelyt nincsenek szankciók, nincsenek elvárások, nincsenek kritériumok, ellazul, hogy finoman fogalmazzak. A kezdeményezés első nagy eredménye az előzmény nélküli kisebbségi összefogás, valamint a civil társadalom és a politikum összefogása. Erre a folytatásban is szükség lesz. Példát adhatunk Európának, hogy hogyan kell észszerűen, normálisan, szabályosan együttműködnie civil társadalomnak és politikumnak. Egymásra vagyunk utalva. Civil társadalom is tudja, hogy politika nélkül nem létezhet, és fordítva is. A támogatók ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az 1 millió aláírás összegyűjtése során a többséget is meggyőzzék. A sokszínűség nem probléma, hanem érték. Meggyőződésem, hogy a sokszínűség az Európai Unió egyik legfontosabb értéke. Ha ezt elfogadják, akkor megértik a kisebbségeket. Úgy hiszem, most lehetőségünk lesz rá, hogy bebizonyítsuk, hogy egy plusz értéket képviselünk az európai egységben. A konferencián elfogadtak egy 13 pontos nyilatkozatot, amelyben leszögezik, hogy a kisebbségek alapvető értéket képviselnek az Európai Unióban, és ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint a többséget. 2 hét múlva Kolozsváron tartják a FUEN soron következő kongresszusát, akkor indul majd el hivatalosan is az aláírásgyűjtési kampány. Az Erdélyi Magyar Televíziót Lovász Ágóta tudósította Brüsszelből.